Aggodalommal tölti el a brit parlament ellenzéki képviselőit a nemrégiben nyilvánosságra került tanulmánya, Yellowhammer jelentés. Az ellenzék szerint a parlament felfüggesztése teljességgel felelőtlen lelépés volt a kormánytól és Boris Johnson miniszterelnöktől. Össze kell vetnünk, amit a miniszterek mondanak azzal, ami a Yellowhammer jelentésben van, mert szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a parlamentben elhangzottak összhangban lennének a riport állításaival. Ezért vagyunk mérgesek a parlamenti ülésszak felfüggesztése miatt, mert ott kellene lennünk, hogy kérdőre vonhassuk a minisztereket, és a miniszterelnököt vélekedik John McDonnell, a munkáspárt pénzügyi politikájának vezetője. A konzervatívok szerint a Yellowhammer mindössze a Brexit legrosszabb esetőségének forgatókönyve. Ezt mondja Michael Gove, konzervatív képviselő is, aki úgy látja, a Yellowhammer segítségével a kormány lépéseket tehet a dokumentumban vázolt következmények csillapítására, illetve felkészülhet arra, hogy egyesség nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság minél biztonságosabban válhasson ki az Európai Unióból, azonban mindent meg kell tenni a megegyezéses Brexitért. That we are fighting hard for a deal. A Yellowhammer szerint megállapodás nélküli Brexit esetén feltorlódhatnak a La Manche csatornánál átkelésre várakozó kamionok, valamint például élelmiszer és gyógyszer hiány alakulhat ki Nagy-Britanniában. A tanulmány készítésében résztvevő egyik szakértő, Dr. David Nicol megpróbálja árnyalni a képet. Amikor szakértők, mint én megpróbálunk tanácsot adni a kormánynak, az nem közösségi félelem, csak nyílt véleménynyilvánítás, amit a kormány vagy megfogad, vagy nem. Nem tudhatom, hogy hogyan döntenek, ráadásul a szervezet, amelynek dolgoztam, azóta finomította a Yellowhammer megállapításait, és nem gondolom, hogy a szakértőkkel erről bárki egyeztetett volna, mondja Dr. Nicol. A Yellowhammer szerint Nagy-Britanniában vállalkozások szűnhetnek, megnőhet a fekete piac, romolhat a közbiztonság és zavargások törhetnek ki. A Bank of England azt prognosztizálja, hogy megegyezés nélküli Brexit esetén csökkenne a brit GDP és jelentősen nőne a munkanélküliség, valamint az infláció is.